Az Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulást Nyírtelek, Tiszadob, Tiszalök és Tiszaeszlár önkormányzatai alapították, azzal a céllal, hogy a tervezett szennyvízközmű fejlesztéseiket közösen valósítsák meg. A projekt zárórendezvényén elhangzott, a beruházás során Tiszaeszláron és Tiszadobon kiépült a csatornahálózat, utóbbi településen egy új tisztító is létesült. Tiszalökön pedig bővítették a már meglévő hálózatot, valamint duplájára növelték a szennyvíz tisztító kapacitását. Nettó nagyjából 4,6 milliárd forint, önerőt az eredetileg körülbelül egy olyan 15-17%-kal kezdtük, hogy körülbelül annyit kell majd mellé tenni, de közben hazai forrásokból, uniós forrásból, erőalapból sikerült nagymértékben támogatásra találnunk, nyernünk. Jelenleg hivatalosan egy 95%-os támogatási intenzitással valósul meg a rendszer. Itt Nyírtelken ezt a már meglévő szennyvíztisztító telepet és a csatornahálózatot bővítették. A projekt célja, hogy csökkenjen a környezeti terhelés, valamint a talaj és rétegvíz mentesüljön a szennyezésektől. Korábban igazából a honvédségnek köszönhetően volt egy kisebb kezdetleges csatornahálózat. Ezt egy teljesen új, egy teljesen korszerű csatornahálózat vette át ennek a szerepét. A régebbiekkel nagyon sok probléma volt, és ennek következtében nagyon sok terhelőanyag került vissza a vízbe, ezáltal a talajvízbe is, és ezt sikerült ezáltal megóvnunk. Most már a talajvíz tulajdonképpen nagy részében nem fogja befolyásolni az ivóvízhálózatunkat, illetve hol tartunk ebben a rákötésben. Nagyon-nagyon jól haladunk. A 90% lenne az, illetve 95% lenne az, ami elvárt ebben az esetben. Az időjárás függvényében ezt egyre inkább igyekszünk megközelíteni. A záró rendezvényen a térség országgyűlési képviselője a beruházás életminőségjavító és környezetvédelmi szerepét hangsúlyozta. Az életminőség javítását jelenti, de egyben a környezetet is védi, hiszen a talaj, a talajvíz, a rétegvíz védelme nagyon fontos. És azt se felejtsük el, hogy a víz az egyik legfontosabb kincse bolygónknak, az emberiségnek, nem áll korlátlanul rendelkezésre, ezért védeni, óvni kell, és így a tisztított szennyvíz, ugye, hogyha bekerül a csatornába, föl lehet újra használni, ez valójában környezettudatos szemléletet alakít ki. A plusz forrásoknak köszönhetően a hálózatra kötés a lakosságra nem ró semmilyen terhet. A pályázatnak köszönhetően a négy településen több mint 15 000 ember életszínvonala javul.